Szevasz, Cuki! Neked mi a véleményed a BSG-ről? Mit tettél marhahúst? Édes Isten! Ne, ott nincs semmi. Cuki! Az ne, az... Szeretettel köszöntünk benneteket most egy ilyen Az ember a név mögött című sorozatunkat kezdjük meg. Gult Péter, némi eufémizmussal barátom látogatott el hozzánk, hosszas győzködés. Megtisztelő, hogy így, köszönöm, hogy vártál rám ilyen sokáig. Hosszas győzködés után, de végül is itt van nálunk. Hogy azért érdekes ez, mert szerintem nagyon sok ilyen szürke eminenciása van itt a magyar motoros szakújságírásnak, akit lehet, hogy olvastál, vagy olvastatok. Viszont a fele se tudja, hogy hogyan néz ki meg egyáltalán kicsoda, micsoda, úgyhogy... Sokat nem vezítettek vele. De egy kicsit keres. De muszáj vagyunk, mert a múltkor itt a YouTube-on volt egy ilyen igény, hogy jókat mondunk, de kik vagyunk. Ah. Című dolog, úgyhogy akkor Péterről egy pár szót akkor most beszéljünk, hogy elhelyezzük. Van egy ilyen mondásom, és néha azt szoktam mondani, hogy nem csak az a fontos, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja. Ó. Pozitív vagy negatív? Hát nem, hát azért az... Most szerintem azért fontos dolog, hogy aki mondja, azt tényleg tudja, vagy csak úgy tesz, mint a tudnál. Ja, mindenképpen. Úgyhogy van-e olyan nyomtatott sajtóorgánum, ahol téged nem lehetett, mint szerző, olvasni az elmúlt sok évben? Hát a Wired magazinban például soha nem publikáltam. De például a Motorrevűben. Motorrevűben publikáltam, igen. Aztán szerintem a Motozinban is publikáltam, talán Superbike-ban is publikáltam. A Playboy-ban is. Playboy-ban is, azt például nem tudtam, úgyhogy... Igen. De nem fotóztak. Nem. Amerikai tangában nem. Nem fotóztak. És ugye a Total Bike-on vagy kvázi állandó, igen, szakértő. 2009 óta. Szerző most. És a fő csapás irány, bár kitekingetsz ezekből a dolgokból, mert ugye motortesztel is foglalkoztál, motortesztet is. Az nem az én műfajom, azt megfelelően. De a legnagyobb dohánya, hogy úgy mondjam, itt az utcai versenyzésnek, vagy és itt beleértve a TT-t, ugye ott olyan emberekkel készítesz interjút, hogy mi csak poszterrel látjuk meg a tévében, tehát megbeszélgetsz ilyen istenekkel. Ja, csodálatos, bele is merültünk a közepébe most a témának. Hát egy kicsit bele. Oh. Hát akkor az utcai versenyzés. Hát, kéne szednem magam. Igen. De emellett a Superbike VB-be, a Brit Superbike-ba is otthonosan mozogsz. A Superbike VB-n és a MotoGP-be se lehetne téged azért eladni. Tehát, és amit még egy nagyon-nagyon örömteli színfót volt, hogy pont az előbb nyálasztal a körbe azzal kapcsolatban, hogy megnéztem a videót, amit a salakkal kapcsolatban készítettél, az talán tavaly? Tavaly előtt. És az is harmadik évben. Tehát egy salakos anyagot csináltál, és nagyon bátran felültél arra. Ó, igen, én mindig nagyon bátor vagyok, csak aztán kiderül, hogy utasként vagyok a motoron, tehát, hogy... Úgyhogy ez a jellegű lelkesedésed, ami téged fűt. Az amatőr lelkesedés? Igen. Nem csak az, hanem itt most vissza akartam kapcsolni az utcai versenyzéssel kapcsolatban, ugye a közös ismerősünk, barátunk Bitter Sanyi is összeköt minket ezzel a szenvedéllyel, tehát a Brit Superbike, meg a Brit motorversenyzés, a Brit gyökerek hozzám is közel állnak, akár a Macau GP, mint meg nem értett zsenialitása a műfajnak. Igen. Úgyhogy akkor ezzel kapcsolatban nézzük egy kicsit, hogyha már egy felvezetünk el. Gult Péter, Magyarország, sokszoros magyar fiú. Sok szeretetet köszöntök mindenki. És akkor... Ki vagyok én? Hát, hogyha valamit még hozzátennél, amit én most nem mondtam el itt a felvezetésben, akkor... Hát az egész motorozás az ilyen 5 éves koromra vezethető vissza, és az első Grand Prix verseny, ez egy Phillip Islandi futam volt, ahol 89-ban, 88-ban a Wayne Gardner, a Christian Saron meg a Wayne Rainey mentek az első helyér, és a Gardner nyert, ha jól emlékszem, és ez volt az első futam, amit láttam, és aztán utána nagyjából a mindegyiket, nem, ez nem a helyszínen, és aztán a Kevin Schwantz-ra jöngó lettem, és akkor innen indult nálam minden, tehát ez volt a mánia. A motorozás az teljesen gyerekkorhoz vezethető vissza. A Brit Superbike vonal az nálam egyértelműen a Superbike magazinnal jött, amikor megjelent Magyarországon a Superbike magazin, az egy ilyen nagyon üde színfolt volt, tehát azt a nyelvezetet vagy valaki imádta, vagy valaki utálta, tehát köztes nem volt, de végül is ők ismertették meg azt hiszem a magyar motorsport szerető emberek a Brit Superbike bajnokságot, ami tényleg a szívem csücske valamilyen szinten. A MotoGP az mindenképp igazából azért lettem
újságíró, azért kezdtem, újságíró, az nehéz, azért ezt nehéz így kimondani, hogy újságíró vagyok, nem, sok minden vagyok. Azért kezdtem el motorsportról írni, hogy a motorversenyzőköz közelebb kerüljek, semmi más nem érdekel, csak az, hogy a motorversenyzőket úgymond így test közelből megismerhessen valójában, de a többi nem érdekelt. És a TT az meg szintén egy ilyen gyerekkori kattalás, hogy videókazettákon néztem a Man-szigeti versenyeket, és akkor és egy nagyon jó barátom 2010-ben felajánlotta, hogy menjünk ki 11-be a TT-re, és nem is igazán értettem, hogy ezt most ő hogy gondolja, és kimentünk egy kombi mercivel a TT-re utánfutóval, mert közben motorokat hoztunk Angliából haza, de kiugrottunk a TT-re. Faszváró kapcsolás. Igen, egy összekapcsolás volt, és hát a TT az függőséget okoz, és az a baj, hogy a TT-re egyszer kimész, akkor utána mindig visszavágysz, ezt nagyon nehéz elengedni. Benned marad? Ja, találkoztam ott olyan ausztrál emberrel, aki azt mondta, hogy kint volt egyszer 80-as években, és utána, vagy 70-as években, és 40 évet várt, hogy újra ki tudjon menni. Tehát ha egyszer kimész, akkor biztos, hogy valahogy vissza akarsz jutni, mindegy, hogy. És a TT-nek ugye pont ez a varázsa van meg, hogy mondod, hogy olyan emberekkel tudsz ott test közelből beszélgetni, mint most mi tűnünk egymás mellett a kanapén. Ha már ott vagy a TT-n, akkor bármelyik pillanatban le tudsz így ülni a John McGinnis-szel beszélgetni, vagy a Mark Rutterrel. Hiszen az a fajta közvetlenség, az ott a mai napig megvan, megmaradt. Nincs elérhetetlen versenyző a TT-n. A Guy Martin egy kicsit elérhetetlen volt, meg a Michael Dunlop, de a Michael Dunlop csak azért, mert ő nem szereti az embereket. De egyébként nincs olyan versenyző, akivel ne tudnál ilyen szinten beszélgetni. Szóval az én érdemem azon túl, hogy kiutaztam és hajlandó voltam erre úgymond költeni, hogy elmenjek nagyon messzire, ezért az ott odáig tartott, mert borzasztó barátságos közeg van ott, szóval tök jó. Melyik volt a TT versenyzők közül a legkellemesebb találkozásod, amire azt mondod, hogy a legszívesebben emlékszel? Ugye alapvetően nagyon régóta követem a TT-t, és én is keresztül mentem, Joy Dunlop, Adrian Archibald, Ian Lager, tehát ez a klasszikus versenyző réteg, ez megvolt. És aztán nyilván a Guy Martin jövetel az egekbe emelte a TT-t, tudod, hogy az egész TT azért nagyon különlegessé vált, de hát a legemlékezetesebb az nyilván az a TT, amikor test közelből élel át, és ez nekem a kétszer adatott meg. Egyszer, amikor a finn barátaimmal laktam, a Juha Kálióékkal, és a versenyzett, úgyhogy gyakorlatilag együtt laktunk egy hétig, és követtük, fotóztam, az egy más dolog, amikor a barátod áll a rajtrácson, és ott megöleled. És a másik, amikor a Sanyit kísértem el, és hát kint voltunk mind a ketten, és az volt a Sanyinak az utolsó TT-je. A Sanyival te átélted, hogy te voltál kint úgy vele, hogy nem, hogy ott volt? Nem. Azt nem tudtam. Most én még nem is voltam kint a TT-n se, úgyhogy... Nem voltál a TT-n? Nem, az nekem még hátra van. Az hátra van, az muszáj. Mondta Sanyi, hogy menjek ki vele, de akkor éppen nem tudom, mi voltam, és sose alakult úgy. Sanyival egész sok tervünk volt, úgyhogy... Azt tudom, azt egyszer mesélted. Én azóta is neheztelek rá folyamatosan. Ja, hogy miért tette ezt? Igen, de csomó dolgot be kezd valamit csinálni. Igen, a Sanyi, azt hiszem, hogy nagyon... Nagyon nem fogjuk föl, hogy mit veszítettünk a Sanyival. A Sanyi léte, a Sanyi jelenléte, a Sanyi személyisége az gyakorlatilag egy nyitott kapukat. Tehát ő volt az, aki biztosította a bejárást abba az angol elitligába, ahova egyébként már csak nagyon sokan vágynak, és nem biztos, hogy valaha bekerülnek. Hát illetve a Sanyi szerintem itthon azért nagyon sokan nem értették, nagyon sokan félreértették, ez biztos nála, hát tudom, hogy nála ez okozott némi szívfájdalmat. Igen. Mert Magyarországon hajlamosak vagyunk csak azzal foglalkozni, de ez akár Talmácsi Gáborral kapcsolatban is szóba jöhet, és hogy amikor valaki nyer, vagy dobogón van, azzal foglalkozunk, de az erőfeszítést, amit különben a britek, tehát a britek azt is megtapsolják, aki utolsó helyen ér be. A brit motorsport szeretet, a brit szellem az teljesen más, az ilyen leírhatatlan. Nekem hiányzik még azt, nem voltam brit szuperbár bajnoki futamon, de egy brandsearch az... Hát azt összebeszélni majd, mert akkor arra kiszaladhatunk. Kéne egy ilyen szezonzáró. Hogyha véletlenül utazhatunk majd megint. Majd újra. Majd nagyon barátom Miki, ő referál folyamatosan, a minden tudója a brit szuperbájnak, sokkal többet tud valami, mint én. És ő kint volt tavaly előtt, amikor Redding nyert. Ő már sok brit szuperbájnak, és akkor élőben tudósított engem, hogy milyen a hangulat.
igazából ahhoz tudnám hasonlítani, mint ilyen Premier Liga mérkőzés, nem tudom, tehát MotoGP-n voltam már sok MotoGP futamon, nagyon jó hangulat van ott is, de valahogy a brit szuperbajnoki futam, az van, lehet, hogy még kicsit... Meg az a szellemiség, ami a britekben benne van, az nagyon érdekes más dolog, mert itt más nációk talán, aki még mondjuk nem brit volt, és ilyen, vagy nem brit nemzetközösséghez tartozott, de nagyobbat tudott gurítani, az utolsó talán a Lavia volt, aki nem... Kint? Aki nem megnyerte, igen. Ott a Kagajamától kezdve a Hagán keresztül sokan próbálkoztak. Kagajama nem nyert, hanem Haga se tudott nyerni. Haga sem, mert azért Haga már szerencsétlen akkor ment, amikor már nyugdíjasnak vette magát ott, igen. Meg akkor már nem volt traction control, igen. Meg nem volt elektronika, és az első vizes rajtján egy másfél méter ment oldalra a motor, mire egyenesen el tudta legyen. Lukas Kasta is megpróbálkozott egy brit bajnoksággal, neki sem nagyon sikerült. Hát meg mennek ott azért most is egy páron, és mind hát szerintem emiatt, tavaly előtt erről sokat beszéltünk, de hát az, hogy a Redding meg tudta nyerni első évben, az valami szerintem mégiscsak nagyon nagy szó volt, hogy... Hát megmutatja a Reddingnek a tehetségét is. A tehetségét, meg a kitartását, azt, hogy gyakorlatilag olyan szűk és számára ismeretlen pályákon tudott folyamatosan lépést tartani egy, mondjuk egy nagyon sokat látott Josh Brooks-al, akivel azért nyilvánvalóan nehéz. Tehát... Jó, mondjuk a Reddingnek az is szerencsé volt, azért jó csapatba csöppent, tehát hát jelen pillanatban nehéz csapatba csöppenni szerintem. Hát igen, de azért ez egy szoros szezon volt a 20-as is, tehát a Honda azért viszonylag erős volt az Irvine-nal, tehát hogy... Cuki, mi a véleményed Ryuichi Kiyonariról? Úgy néz ki, Cuki nem hagyta szó nélkül ezt a témát. Nem, a brit Superbike nagyon érdekli. Felvillanyozta, úgyhogy... Végül is most akkor bekapcsolódik ő is a beszélgetésbe. Igazából szerintem nagyon belterjessé tudnánk kitenni a beszélgetést. Tartunk valami témamenetet? Vagy igen, az lenne a kérdésem, mert ebből majd szerintem, hogyha úgy van, akkor... mert itt akiket felsoroltál neveket, az mind megér egy misét. Hát külön megér nekem misét. Csak Kiyonariról, meg a Kiyonari dolgairól. Az abszolút kedvencem, azért ezt el kell mondanom Shaky Byrne. Érdekes. Te nem szeretted. Tehát elismerem Shaky Byrne-nek a minden munkásságát és hatalmas versenyző. Nekem hiányzik belőle az kicsit, hogy amikor kilépett a világporondra, akkor nem sikerült nagyot gurítani akár ja, értem. A Steyr Gárda Ducatival sem, amikor ugye bajnokként fölment VB-zni. Van olyan brit superbike hős, akinek világszínvonalon egyébként sikerült nagyot gurítani? Hát figyelj, Tozlennek azért voltak BSB-s. De nem, hogy aki a BSB-be indult, és aztán a VB-re. Fölment VB-re? Igen. Ez egy érdekes kérdés, ezt majd meg kell nézzük, mert ugye Brooks is próbálkozott többször, Brooks is próbálkozott, egyszer se sikerült. Brooksi mondjuk ugye azért ettől függetlenül TT nagyon jó, tehát ő tényleg egy nagyon jó TT is, hagyja csak én bírom. Ki? Hát most hülye vagyok, most elfelejtettem valakit. Tehát ugye Carl Crutchlow onnan jön, tehát ugye azért... Hogy hívják a izét, a Kawasakista, aki most már BMW-s a... Nem, a Sykes. Sykes nem volt bajnok BSB-ben, de utána az EVB-n az elég jó. A Löwszék szintén onnan jönnek. Leonhez. Ne viccelj, hát ott a... Mekkora orbitális hülyeség ez, hát a izé? Nem hülyeség, csak cukít van és eltelvét a jelmünket. Johnny Ray, hát ő. Emlékszem, Age of Plant Honda, nem milyen hatalmas... Age of Plant Honda, igen, miket csinált. Igen. Hát, úgy, ezért... lerendezte ez egyik bukásával, vagy egyik ilyen elkapkodott féktájával, lerendezte a félmezőnyt, úgy te eltiltást csak is. Ott van Johnny Ray, és hát a legenda Carl Fogarty, tehát... Hát sok, vannak. Van, hát nagyon sokan vannak, akinek BSB, csak azt nem tudtam, hogy most arra megyünk rá, hogy aki bajnokságot is nyert, vagy csak BSB-ből jött. Hát aki mondjuk villantott BSB-be, és aztán a világszinten is tudott villantani. Olyan sok van, Camille, aki a eredje bajnok lett. Leon Camille, mostani hír, Miki küldte át Leon Camille-t most egy órában az előtt HRC-nek. Hát, nagyon sajnálom, mert sajnálom, ő egy Camille-be benne volt egy VB. Szív. Amikor az Aprilianál ment, akkor lehetett volna, de valószínűleg az Aprilian nagyon a Biaggi-ra összpontosított rá, nem tudjuk. Ezt de mindent most már lényegtelen egyébként, igen. Tehát mindenki, ezek a srácok mind megérnének egy misét, úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy erről csinálunk majd egy ilyen külön sorozatot, és egyesével szétszedjük őket. Meg most bemondtuk, hát most hiába mutogatod, hogy Leon Camille csapatmenedzser lett. Vették-e közben trollkodja az adat? Japán. Nem tudja elviselni, hogy nem ül itt.
japán armadát, és a Kionari is megérezte összenetet, mert a Kionari, amit a BSB-be csinált, tehát a britek meg voltak vadulva, érte. Hát teljesen. És a VB-n meg egyszerre nem sikerült neki. És hát azt nem tudom, azt hallottad, hogy most akkor David Oddal szakított a Honda a brit bajnokságból, és hozták a japán srácot, aki a japán Superbike bajnokságból jött. Nem tudtam. Most japán vonalon nagyon nyitott a HRC, és most hozzák a helyi versenyzőket át Európába, úgyhogy... Amiről beszélünk egy pár gondolatot, ugye, hogy a tavalyi év az a TT szempontjából is ment a levesbe, de a Northwest is ment a Makauba, elmentek volna a csapatok, de nem vállalták, mert itt a karantén és egyebek. Idén azt tudjuk, hogy a MentTT már nem lesz. MentTT-nek kuka, a Scarys szintén, úgyhogy valószínűleg a Northwest is kuka lesz. Makau valószínűleg, hogy ismét kuka. Szerintem amire hajtanak még esetleg... De Makau az november, az addig még kialakulhat valami, nem? Hát szerinted akar most valaki Ázsiába menni? Nem tudom. Hát állítólag jobb a helyzet, mint itt. Hát jobbnak jobb a helyzet, de nem vagyok benne biztos, hogy az ázsiaiakbe engedik az európaiakat. Az lehet. De hát, hogyha megkapják ezt a kiváló utást, bár hogyha pörögni kell a biznisznek, az egyéb biznisznek, ami a Makau Nagy-Britannia közötti biznisz, akkor nyilván majd megoldják valahogy ezt a dolgot. De hát szerintem Northwestnek amúgy is financiális problémái voltak már tavaly is, tehát hogy nehezen jött össze az a háttérösszeg, ami bekerült volna egy Northwestet megrendezni, már hozzáteszem, hogy az egyik legikonikusabb verseny. Itt sokan azt vonták kétségbe, hogy amúgy az utcai versenyzésnek van-e jövője, vagy hogy mi a jövője, hiszen ez a két kimaradt év, ez gyakorlatilag kicsit ellehetetleníti az egész utcai versenyzés köré fölépített cirkuszt, hacacárét, és olyan versenyzőket fogunk már nem látni többet, és úgy fognak visszavonulni, hogy nem látjuk őket, mint Jobb meg Innis, Michael Rutter. Ez amúgy elég szomorú. Rutter is? Hogy, hát Rutter hivatalosan még nem, de hát én azt gondolom, hogy már nem biztos, hogy a vásárra akarja vinni a bőrét így. Uh-huh. Amíg jól érzi magát a motoron, addig oké. Tehát stabilan tud menni. Rutter 5 évvel ezelőtt visszavonult volna, akkor se lett volna korát. Ő már közelebb van az 50-hez, mint a 40-hez. Hát megint is egy idős, talán egy kicsivel idősebb tőle, sőt most talán be is töltik az 50-et az idén. Na jó, de hát amíg 48 vagy 9 évesen megnyeri a Makaut, még ha csak véletlenül is, akkor hát. Meg ki ne akarna menni egy RTV Hondával a MentTT-n meg Makauba, tehát... Jó, hát én nem azt mondom meg egyáltalán, tehát... Meg csapatmenedzser, a Betemps csapatot gyakorlatilag ő viszi, a Betemps mint sörgyár, az félig meddig hozzátartozik már. Úgyhogy annyiba került a projekt, hogy már társulatosan? Szerintem benne van üzletileg, úgyhogy igazából neki tényleg most már ez hobbi, és olyan hobbi, amit kiválóan tud finanszírozni ezekből a ezekből. Pár évvel ezelőtt még Stokkezerben, még zárt pályán is egész jó eredményeket mutatott. Jól megy Stokk motorra egyébként, még a tavaly is már a 20-as bajnokságban szerintem még indul Stokk motorra 2020-ban. Megmondom őszintén, ez én annyira... Megint volt ez a legnagyobb érvágás, ugye sérülés, aztán Norton, akkor kihagyni a lába, nem, tehát a csont nem ford összerendesen. Tehát igazából pont a legnagyobb legendát nem fogjuk látni, úgymond szépen méltóság teljesen visszavonulni, a legnagyobb élő legendát. Mi a helyzet most a Dunlop-pal? Hát ugye meghalt a bátyja, akkor azért megrecsent elég alaposan. Michael Dunlop-nál szerintem mentálisan van alapvetően ez a probléma, és mióta meghalt William, én azt láttam rajta, hogy mint hogyha ott tényleg lett volna egy ilyen háttérbeszélgetés a családdal, hogy most már az egyetlen, aki életben van, hogy most akkor mi lesz. A Dunlop mindig is úgy versenyzett, hogy egy életem, egy halálom. Tehát neki körülbelül mindegy volt, hogy mi fog történni. Ő neki nincs családja, nincs gyereket. Ő tényleg mindent felrakott egy lapra. És tavaly előtt, amikor 19-ben kint voltunk a TT-n, akkor ez egyértelműen látszott rajta, hogy én azt hiszem, hogy nem egy olyan Michael Dunlopot láttunk mindenőttem, mindig, hogy na jó, most oda teszem, és lesz, ami lesz. Hanem... Hát ott látszott rajta ott a felvételeken is, hogy oda igen, rendesen. Igen, oda, ez... ő teljesen. És nem hiszem, hogy nem lehet nem oda lenni, tehát, hogy amikor egy dinasztiában meghal a nagybátyám, meghal az apám, utána meghal a bátyám, én maradok egyedül, és esetleg anyám megkér arra, hogy talán vegyek vissza, Akkor lehet, hogy nincs ez a pillanat. Nálam még nem is voltak ilyen drámák, de anyukám mindig mondta, amikor ment a versenyre, hogy csak óvatosan. A Loris Capirossinak mondta az anyukája minden rajta, hogy Loris, csak lassan. Szevasz, cuki. Milyen meghitten nézel. Jó, tehát akkor igazából, amivel,
Amivel az idén foglalkoznunk kell, az a brit bajnokság, mert azt tavaly is végítették. Mondjuk én egy klasszik TT-be reménykedek, tehát hogy talán egy klasszik TT, ha augusztusig rendeződik a szituáció, akkor talán ezt megtartják, mert amúgy nagyon mennének. Hát a Northwest, tehát most a Northwest, én hiszem, hogy le fogják mondani, de ha lenne, az valami isteni csoda lenne, hogyha lenne a Northwest egyébként. Mivel? Hát MotoGP-vel tudunk foglalkozni, brit bajnoksággal, meg Superbike-vel bajnoksággal tudunk foglalkozni. Van valami megérzésed, van valami jóslatod az idei szezonra? Hát nézd, nekem nagyon erős megérzésem volt a tavalyi szezonban, hogy Reddick nagyon oda fogja tenni magát. Azt láttuk, hogy Johnny Ray a nagyon alul értékelt versenyző. Tehát mindenki szígyja Johnny Ray-t, hogy unalmas, problémás, nem hoz elég izgalmat a mezőnybe. Hát lehet tetováltatni, meg izgalmat hozni, de amikor van egy ilyen, pedig ha valaki Redding, akkor én biztos, de hogyha valaki lát egy ilyen nagyon összeszedett Johnny Ray-t, aki egyébként verhetetlen, és bármilyen körülmények között nagyon gyorsan tud menni, és bármire tud reagálni azonnal, akkor én nem hiszem, hogy van verhetetlen, vagy hogy verhető lenne bárki számára. Tehát akkor azt mondod, hogy Johnny Ray-nek áll az ászlóba. Én szerintem egyértelműen Johnny Ray. Ha csak a Kawasaki valamit nagyon félre nem fejlesztett az új motorra, azt nem hiszem, akkor szerintem Johnny Ray-nek áll. Brit bajnokságban? Hát a brit bajnokságban ott most talán egy kicsit kiegyensúlyozottabb lesz, bár elég, hát azt nem mondom, hogy unalmasnak fog tűnni, de olyan nagy változások nincsenek. A Ducati nagyon, nagyon elment az elején, tehát rosszul sültek el a dolgok, mert a gumival félrefejlesztettek, tehát nem passzolt a Ducati, az újfajta gumi. Én amúgy egyébként a brit bajnokságban nagyon szurkoltam a Tommy Brivernek, a félgyári, vagy hát a másik Ducatin, a kis költségvetésű Ducatin. Ha most a fejlesztések úgymond beérnek, és Tommy Bridewell össze tud szokni az új gumival, akkor remélem, hogy többet odaér. De a bajnokságnak a fő esélyese, Paul Bird nem változtatott a csapat felálláson, tehát maradt ugye, hogy jól emlékszem, a Brooks, meg az Idon. Hogyha a Brooksnak jól jön ki, és nem sérül le, akkor én azt hiszem, hogy Brooks és az Irvine között fog eldőlni újra. Az Irvine maradt a Hondánál. Ha még egy kicsit jobb lesz, még egy kicsit kiegyensúlyozottabb lesz, akkor nagyon ott lehet ő is szerintem, tehát továbbra is ő egy nagy esélyes, meg talán Neil McKenzie-nek, az egykori GP legendának a fia. Taylor? Szerintem Taylor megy a Yamahánál, ha marad, akkor ő, de szerintem Brooks között fog eldőlni, hogy ki lesz a bajnok, én azt hiszem. Akkor már egy nyitott kérdés maradt csak a GP-re. Supersport VB-t nem kérdezted? Ugye? A Sebestyén Peti miatt engem nagyon izgat és érdekel. Jó, akkor... nagyon erős lesz. Mi a helyzet a Supersport VB-vel kapcsolatban? Hát várjuk meg, hogy Sebestyén Peti melyik csapatnál fog menni, és hol, és hogy lesz a csapat, de én azt hiszem, hogy lesz, és az rendben lesz. Igazából nem érdekel, hogy ki lesz a bajnok, én csak azt remélem, hogy a Petinek sikerül megint fejlődni egy kicsit, és meg lesz a dobogó, és nagyon szorítok azért neki, hogy legyen egy dobogó az idén. Igen, a alapvető különbség, sok különbség van közted, meg köztem. Én mindig... Te sokkal racionálisabb vagy. Nem, én inkább azt mondom, hogy én sokkal megkeseredettebb vagyok, mert azt a jellegű lelkesedésedet, azt, ami a cikkekből sugárzik, azt az őszinte lelkesedést, azt én már nem tudom elővezetni, mert általában túl sokat láttam már ilyen háttér dolgokat, és hogy nem elég a jó versenyző, nem elég egy Isten adta tehetség, nem elég a versenyző szorgalma, nagyon nagy szükség van arra, hogy olyan csapatba menjen, ahol megvannak a megfelelő... Ez a 30%, 40%. Megfelelő feltételek, és nagyon nehéz elképzelni azt, hogy azt a jellegű csapatot sikerül megtalálni egy magyar versenyzőnek, bárki is legyen az, akivel össze tudja tenni ezeket a dolgokat, illetve hát, hogy a magyar versenyző megkapja azt a csapatba azt a támogatást, amire szüksége van ahhoz, hogy... Egyrészt igen, de hogyha mondjuk sikerül és összeáll a büdzsé és marad az IMIÉK félre felállással, ugyanezzel a szerelőgárdával, akkor azt hiszem, hogy az első év a tapasztalatgyűjtés volt, és következő évben talán sikerül egy picit előrébb lépni,
és azért azt hiszem, hogy a hatodik helyre se sokan számítottak, tehát csak-csak meg lett egy hatodik hely. Igen. És két másodperce volt a dobogótól, tehát hogy igen. Ha így nézzük, és van egy isteni szerencse, akkor akár nem. Tehát, hogyha én stabilan tizen belül menne, vagy a hat körül menne, szerintem az egy oltári eredmény lenne. Stabil 10 az meg volt. De is meg volt. Az a... Tehát volt a hatodik hely, és akkor utána meg volt egy nagy hátraarsz. Tehát nem egy stabil, volt egy, vagy ez a hatodik, ez ilyen kiugrás volt, utána megint benne az erdőbe. Igen, utána bent volt az erdőbe, de valójában azért azt gondolom, hogy az is történt, hogy a hatodik hely után magabiztosabb lett, és saját magát kívül akarta helyezni a saját komfortzónáján, ami azt jelentette, hogy szerintem volt, ahol ő vállalta a rizikót, amiből volt, hogy bukás lett a vége, és akkor nyilván, hogyha nincs bukás, tehát most nézzük meg, tehát a Peti nem egy esős versenyző, tehát nem esik sokat, most tavaly bevállalt egy pár bukást direkt azért, hogy tudja, hogy hol vannak a saját határai, hol a motor határa, hiszen ha nem tudja meg soha, akkor nem lehet előrelépni. Nyilván ez annak a kárára ment, hogy lett egy szarabb eredmény, vagy hogy akár nullázott egy verseny, de azt gondolom, hogy akkor már nagyjából mindegy volt, mert az év vége volt, tudták, hogy összeállt, tehát nyilván ez a tavalyi év, ez egy elég zaklatott év volt mindenki számára. Hát most én ilyen romantikus alkat vagyok, hiszek benne, hogy... Ezért szeretünk. Hiszek benne, hogy sikerül a GP-re visszatérve, hogy a GP-ben mi a véleményem, hát ez minden azon múlik, hogy mi lesz Mark Marqueznek a vállával. Tehát... Az most nem áll megint jól. Nagyon nem áll jól. Tehát megint valami, nagyon még mindig, nem áll mindig jól. Arról szólnak az hírek, hogy még mindig antibiotikum. Mindig, meg lehet, hogy műtét újra, tehát hogy ott igazából nagyon-nagyon nem állnak jól a dolgok. Így, hogy Brivio elhagyta a Suzuki-t, így gyakorlatilag a Suzuki-nak szerintem minimum 20 évet újra várnia kell egy világbajnoki címre. Nem tudom, egyébként ez nagyon arcú csapás volt a Brivio részéről a Suzuki felé. Hogy... Szerintem nem. Hát nem, ha mint munka a menedzser szempontjából azt mondod, hogy ez egy életpályamodell, hogy akkor ő most világbajnok csapatot csinált, és... De már tovább... hányat? Hát hányat, szóra, tehát persze. Hogy nyilván tehát azért ezt ő már szíve joga ott hagyni, de nyilván Suzuki csalódottságot érez, hogy az aranytojástól ő tyúk távozott. Hát, én nekem van egy olyan érzésem, hogy nem véletlen az, hogy a Honda most ennyire úgymond promózta a közösségi médiába is a Paul Espargarót, hogy akkor elvitték neki Andorrába a motort, és hogy bemutatták, és hogy fölült rá, és meg akarták lepni vele. Kicsit úgy érzem, mintha a Honda ebben az évben most nagyon nyitott lenne akár arra, és hogy Paul Espargaró, ha megtalálja hangot a motorral, akkor nem tud más csinálni. Hát annyira bizonytalan, tehát jelen igen. Pillanatban a szezon mindjárt indul, a top versenyző meg még mindig orvoshoz jár, és még mindig akkor ezek szerint műtétre várt. Hát, tavaly azt pontosan tudták, hogy Alex Marquezzel nem lehet világbajnoki címet építeni, de azt hiszem, hogy egy Paul Espargaróra már talán lehet világbajnoki címet építeni. Espargaróra szerintem most a Honda. Nyilván a tehetsége megvan, a vehemenciájából és a csapkodásából és a hisztiéjéből le tudna adni, amivel a Zomborácz kollega nagyon nem fog most egyetérteni, akkor, és higgadtabb tudna maradni, akkor nyilván azt gondolom, hogy mondhatnám azt is, most azok után, hogy tavaly Zsalmi világbajnok lett, mondhatnám azt is, hogy igen, ugyanolyan jogon kijelenthetjük a Paul Espargarónak is lehet esélye a világbajnoki címre. Én valahogy a gyáriam, hát most nem érzem a legerősebb. Mit gondolsz a KTM menetelése, vagy KTM megvillanása, az kvázi de már nem lesz akkora meglepetés? Hát nekem Brad Binder titkos favorit mindig. Tehát 20-ban is ő volt az én titkos favoritom. Hát nem úgy jött össze, ahogy egyébként én azt hittem. De 21-ben, hogyha Brad Binder gyors tud maradni, már pedig szerintem, hogy gyors tud maradni, akkor én rávoksolnék, tehát én azt gondolom, hogy ott Brad Bindertől számíthatunk ilyen nagyon-nagyon jó eredményekre. Nekem ő egy kicsit olyan, mint Casey Stoner. Hogyha megtanul úgy gyorsan menni, hogy nem esik el, akkor ő így azért ott tud lenni szerintem. Neked mi a véleményed? Most engem kérdezkeztem. Te is ugye foglalkozol a témával. Szerintem nagyon sok változója van ennek a történetnek, és én nem tartom magam akkor a MotoGP specialistának, hogy én kilássam azt, hogy mi lesz az idén.
az biztos, hogy a Suzuki-nak nem segít ez a helyzet, amiben van, tehát ez egy kulcsemberét vesztett el, ezt tudja. Az, hogy ezt ki fogja mozogni, az majd elválik. Egyéb ügyben ugye a Márquez sztori az kérdője, ha Márquez véletlenül felépülne szezonra, akkor is sokat hagyott ki, és nem lehet tudni, hogy hol folytatja. És aki meg mögötte van ugye az idei szezonban, meg annyira kiegyensúlyozott volt, ez már csak a győztesek számából is, nagy számából nézzük, az egy elég kiegyensúlyozott szezon volt, és szerintem ez a nézői oldalról ez nagyon fontos. Remélem, hogy ez fog folytatódni, és kíváncsian várom, hogy én már annak is örülnék például, hogy az Aprilia oda-oda érne még ja, jobban. Hát arra azért kevés esély van. Tehát. Hát igen, de hát akkor legyünk pozitívak, ja, jó, legyünk optimisták. Hogy legyek én is optimista. Jó. Amúgy az érdekes, mert az Apriliában szerintem sokkal több potenciál van, mint azt a pályán lehet látni. Hát azért az idén már mentek jobbakat, ők is hozzányúltak eddig rendesen a motorhoz. És mindig tudnak egy-egy kiugró eredményt menni, meg jobbakat menni, csak az nekem hiányzik az, hogy konstans nem tudnak jót menni. Szóval neked mi a véleményed? Te nem kapsz elég szereteted, azt látom. Igen. De én azt hiszem, hogyha Max Biaggi fölön az Apriliára, még lehet, hogy jobbakat tudnak vele menni néha, mint az a két. Oké. Hát ez már ki fog derülni a szezonban, hogy merre alaszolunk. Péter, neked nagyon szépen köszönöm, hogy így első alkalommal ellátogattál hozzánk. Igazán megtisztelő volt, én köszönöm szépen. És bízom benne, hogy nem utolsó, ezekről a brit titánokról nagyon szívesen beszélgetnék még veled, és hogy még akkor is, hogy senki más nem érdekel rajtunk kívül, de remek. Akkor egyesével ki lehetne bontani, akkor csináljuk erre egy ilyen jó programtervet, okay. És akkor amikor időd engedi, akkor egy-egy. Jó, hát mi visszanézzük, megbeszéljük, és utána visszanézzük. Nekünk tetszett. Jó. Ha véletlenül nektek is tetszett, akkor gyertek legközelebb is, kövessetek minket a YouTube-on is, addig is a legjobbakat. Iratkozzanak fel, nem? Igen. Na,